Angyali üzlet. Zoe, segíts egy kicsit! Mit segítsek? Kérlek, vidd be azt! A süti a sütőben van. Jó, ez a kis segítségedes, nem? Köszi, nem kell már a segítség. Ez már nem kell. Talán készen vagyunk. Ez az? Fogjuk meg egymás kezét. Imádkozzunk. Köszönünk mindent, amit a jó Isten adott nekünk. Köszönjük azt, hogy élhetünk, és... Ámen. Na jó, ki mit kér? Mondjátok. Ez nagyon finom. Csak lassan. Lassan, mi kérek is került. Én kérek. És ebből is. Zoe, gyere már, el fogunk késni. Megyek! Sziasztok! Szia! Szia, Bridget! Köszönöm! Hozom a gyerek holmikat. Köszi, Kathleen! Jó reggel. Szia! És hogy megy a lakáskeresés? Tudod, Carly, Zoe még nem tudja. Nem akarom, hogy elkeseredjen. Mégis miért? Ki az ingatlanos Kat? Herman Master? Ott jobbak a szomszédok, és jobb iskolába is járhatna Zoe. Tudod, nagy változás lenne egy kapcsolat is. Persze, most pont ez hiányzik. Tudod, ha kereke vagy, tesztoszteronja van, baj van vele. Ebben igazad van. Mennyit kell törlesztened majd havonta? Kb. 10 000. Mennyit? Azt hiszem, hogy ideig túlóráznom kell. Hát, itt jön a mi nőcsábász főnökünk. Több nőt ismer, mint egy manikűrös. Nem mond nekem, hogy őt is elutasítanád. Nem az esetem.
Túl helyes vagy túl gazdag? Túl minden. Ezen kívül nem kell, pasi. Akkor nem is élsz. És még csak nem is tudod. Most viccelsz? Nem mondta el, pedig végig vele voltál. Mit szólsz hozzá? Biztosan kimerültél, és találkoztál a kis rémségekkel. Nem, dehogy, az ex neveli őket. Megmondtad, hogy anyákkal nem randizol. Hé, ha nem vétkezel, nem is létezel szemű fiú. Hogyha ennek az egésznek vége, hány embert kell megtartanunk? 50-et, mondjuk? Nem, csak kb. 20-at. Talán elég 15-öt is. Tudod, hogy a záró tranzakció Mexikóban lesz. Ez sok embert érint. Ne gondolj rájuk. A dollárokra gondolj. Édesapád is itten. Legalább végkielégítést kapnak a szerencsétlenek. Ó, ez csak természetes. Bár én is kaphatnék pénzt a semmiért. Hét-kettő, haver! Tudod, Sam, a nők olyanok, mint a barack. Szépek kívül, egészségesek, érettek, de belül rohadtak, és csúnyák! Joan ejtett, igaz? Hideg zuhanyként ért. 8-2. Miss Russell, telefonon keresek. Halló? Igen. Zoe mamája vagyok. Hogy mit tett? Egyáltalán miért játszom veled? Halló? Egy pillanat. Téged kerestek. Field. Jó, kapcsolja. Señor da Campo, örülök, hogy hív, uram. Csupa jó dolgot hallottam Mr. Herberttől. Nagyon várom már, hogy találkozzunk. Szóval ide jön? Jaj, ne, ez nagyszerű. Megtisztelne, ha nálam lakna, igen. A családomat? Micsoda? Javi, itt Dave. És hogy van? Jó lesz újból találkozni majd. Ó, ez remek. Egy limuzin várja majd a repülőtéren. Óriási. Señor Field családja már nagyon várja a látogatását. Rendben van, akkor adiós. Vagy hasta Las Vegas. Oké, viszlát. Milyen családról beszélt? Amikor hazajöttem Mexikóból, mondtam, hogy egy kicsit csiszoltam az imidzsetet. Családosnak állítottál be? Sam, ébresztő. Érezd a pénz illatát. Ez Javier del Campo, régi vágású fickó, aki üzletet akar kötni egy családszerető, gyermekközpontú emberrel. Komprende? Persze, persze. Hé, hálásnak kellene lenned, hogy megmentettem egy 50 milliós üzletet. Igaz, igaz, és mégis mi lesz, ha del Campo látni akarja a családomat? Nem lesz gond, úgyis csak egy pár napig marad, és Dave bácsi már mindent eltervezett. Jaj, ne. Sajnálom, mami. Ezért kellett eljönnöm a munkából. Tudod, hogy mennyibe került ez? Hogyan tehetted oda a hőrcsögöt Mrs. Travis asztalára, ha tudtad, hogy mindentől fél? Senki sem fél vízkörsztől. Hát Mrs. Travis, igen. És ki mondta az igazgatónak, hogy az apukája titkos küldetésben van? Zoe, le kell állnod a hazudozással, bogaram. Olyan kár, hogy a papa elment. De elment. És meg lehet, hogy soha nem jön vissza. Zoe, ne csináld ezt! Zoe! Valaki itt nem szeretne ajándékot kapni. Zoe Russell, azonnal gyere le! Kösz, Bridget. 5 körül itt hol leszek? Ha láthatatlanok az angyalok, honnan tudjam, hogy itt vannak? Ha zenét hallasz, de nem látsz senkit, egy angyal az. De ha láthatatlanok, honnan látom őket? Nagyon kell koncentrálnod. Tudod, ide lent befelé van a szárnyuk, hogy pont úgy nézzenek ki, mint mi.
Egy angyal haza tudná hozni a papát? Ha az angyal szerint ez jó lenne mindkettőtöknek, talán igen. De tudod, nagyon jó kislánynak kell lenned ahhoz, hogy egy angyal segítsen. Szóval ne okozz több galibát a suliban, és ne mász fel arra a fára. Ha oké, soha többé nem mászok fára. Ha hall engem most valaki, kérlek, hívd haza a papát, és legyen egy nagy házunk, ahol együtt élhetünk. A mai napot leszámítva mindig jó voltam. Milyen volt? Aranyos. Összepakolj? Össze. Hé, Zoe, mehetünk? Megyek! Zoe! Van egy meglepím. Micsoda? Egy pizza! Nyámi! Kösz, Bridget. Akkor holnap. Zoe, tudod, figyeld a zenét. Hm? Oké. Szia! 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 Szia, édes, megjöttem. Szia, szívem. Mi a vacsora? Talán kérdezd meg a szolgákat. Apu, kaphatok egy kocsit karácsonyra? Álljunk csak meg! Van egy bökkenő drágáim. Ti szeretitek egymást. Hol van egy ölelés, hol egy puszi. A neje vagy, ezért tudod, hogy mi a vacsora, te pedig lehetnél egy kicsit kedvesebb. De hát egy gazdag kölyköt játszom, mégis mit akar? Egy fiút, aki felnéz az apjára. Na, kezdjük újra előről, jó? Teljesen forduljak ki magamból csak egy üzletért. Na, várjál csak egy kicsit. Ez nem egy üzlet. Az üzlet. Az üzlet, ami egyedül rád vár, amióta csak az eszedet tudod. Érted? Ha? Édesem, mi a vacsi? Oké, csak hogy tudja. Az ügynököm nem szólt, hogy főznöm is kell. Van személyzet, emlékszik? És ha már itt tartunk. Ha magával kell aludnom, plusz egy 100-as per nap. Ja, és ha meg akar verni, az 150. Ha ő lenne a fiam, a bölcsőben megfojtottam volna. Hát ilyen lenne egy család, vidd innen őket. Del Campo holnap érkezik. Rajta. Jó. Nagyszerűek voltatok, óriásiak, főleg te. Tetszett a szöveged. Egy kicsit háziasszonyosabb típus keresre, ez minden. A csengőszól. Csengőszól. Te már az. Jaj, de hogy. Az úton. Az úton. Csillog a hó. Milyen. Csodás dolog. Boldog vagyok, sétálhatok veled. Ó, Zoe, hát nem gyönyörűek a fények. Mami, állj meg! Mi a baj, mi az? Ez a papa házam. Zoe, ne! Zoe, várj! Zoe! Gyere vissza! Sam, találok majd másik család. Mégis mit gondolsz, Dave, hogy majd besétálnak az ajtón? Hello! Annie! Merre vagy? Gyere ide! Zoe! Nem sétálhatsz csak úgy be! Zoe! Úgy sajnálom, uram. Nem tudta. Tudja, az ajtó nyitva volt. Tudom, hogy ez... Én tudom, hogy ez nem indok, de... Na hát, ez lenyűgöző. Tudja, a város összes háza közül éppen az önébe tévedtünk. Zoe!
Nem szabadna itt lennünk. Mami, ez a baba háza. Nem, édesem, ez a ház nem a tied. Gyere! Jaj, nem, pont ide kellett jönni. Olyan ismerős nekem. Igen, Mr. Field, önnek dolgozom. Csak nem. Sajnálom, nem fog többet előfordulni. Viszont... Várjon! Nézd rájuk, ez egy igazi anya, és őt pedig már nem folytanád meg. Legalább valóságosak, átlagosak. Mi megyünk is. Ne, kérem, várjanak. Kéne egy család egy üzleti tranzakcióhoz. Csak egy pár nap lenne. 1000 dolcsiért. Persze mindent előre tisztázunk, becs szó. Na, mit mond? Hogy tetszik? Csak viccel, ugye? Talán mégsem. Ah, már értem. Az anyja jön látogatóba. Hm? Nem. 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 Nem, egy nagyon fontos üzleti partner érkezik Mexikóból. És ha megtetszünk, Mr. Field, talán meg is vesz minket. Ez most komoly dolog, Miss... Russell, Kathleen Russell. Ezzel a cégnek segítenek, Kathleen, és ahogy ön is jól tudja, van jutalom. Uraim, a lányommal nem vagyunk eladók. Elnézést. Oké, legyen 2000, de itt a vége. Naponta 1000 dollár. 1000 dollár? És dolgozni sem kell mennie, Kathleen? És csupán a családjaként kell viselkednünk. Pontosan. Tényleg azt hiszi, hogy menni fog? Ó, menni fog. 3000. Szó sem lehet róla. Sok szerencsét. Oké. Oké. Lassan a testtel. Még meg kell beszélnem a lányommal. Zoe, figyelj rám. Mami, menj bele! Azt hiszem, megegyeztünk. Ezennel férj és feleség vagytok. Nagyon jól tudsz történeteket kitalálni. De te nem szereted. Igen, de most más a helyzet. Tudod, Mr. Field a mami főnöke. Most segítünk neki. Ó, hát megjöttek. Igen. Halton, tüntess el valahová a kocsiját. Már is. Szeretnélek megkérni, hogy szakmai szemmel néz rájuk, érted? Elintézem. Zoe! Akkor mindenki tudja a dolgát. Ne aggódjon, Mr. Field, nem okozunk csalódást. Mondhatnék valamit? Mit? Szóval a háza csodaszép, de nem olyan, mintha egy család élne benne. Még az sem látszik tulajdonképpen, hogy ön itt él. Egy kicsit rideg, nem de? Pontosan. De talán, ha lenne itt pár játék, és tűzlobogna a kandallóban, akkor talán... A remek ötlet, igazán remek. És a fényképek? Hoztam párat. Ne szaladjunk előre, jó? Nem, igaza van, Sammy, jót tenne. Igen. Igen, vegyük például ezt a fát. Igazán szenzációs lakberendező műve? Igen. Mindjárt gondoltam. Egy pillanat, ugye nem fogja lecserélni a karácsonyfámat? Tudja, ha valóban én lennék Mrs. Field, akasztanék rá pár hagyományos díszt, akkor úgy tűnne, hogy a család díszítette közösen. És nem ez a cél? Óriási, Sam, ez óriási. Tedd, amit mond, kislány, gyere ide. Menni fog, hogy Mr. Fieldet apunak szólítsd? Talán nem lesz baj, apu. Köszi, Sally. Zoe. Zoe. Na, mit gondolsz?
Hát, van bennük kihívás. Néni! Igen, kicsim. Nem húz a bőröd? Tessék. Mert olyan feszes. Talán menjünk az emeletre. Remélem, beválik. Sima ügy. Nézzük ezt a hajat. Rettenetes. Tud kezdeni vele valamit? Életet adni neki, színt? Házasok? 8 éve. Hol voltak Nászúton? Párizsban és Rómában. Ki visz minden nap suliba? Az apu! Melyik volt a kedvenc nyaralásod? A Disney World-ös, elmegyünk oda? Jaj, de biztos jó lesz így. Alma és popcorn. A fára. Haza esténként. Nem mindig jön haza. Annie? 6-kor. Minden este együtt vacsoráznak. Jó. Milyen helyem kedvenc étele? Gyerünk már rajta. Tudja meg, hogy mi. Van kérdés? Nem a kérdéseinkért fizet, uram. Itt van, megérkezett! Jól van, mindenki a helyére! Dologra! Del Campo, itt van! Del Campo megjött! Tudom, hol van Mrs. Hogy is hívják? Catherine Zoe, emlékszel? Még ne engedje be! Miért? A gyűrű! Mi? A gyűrűd! Oké. Gyorsan! Ne arra az ujjamra tév! Na, jó, jó. Nyugi, nyugi. Na. Jó estét, uram! Jó estét! Köszönöm, uram! Megmondaná a nevét? Hawthorne, uram! Hawthorne? Rokonságban áll az íróval? Nem hinném, uram. Señor Del Campo, Isten hozta a Señor Field kászájában. Köszönöm, Señor Herbert, örülök, hogy újra látom. Señor Del Campo, örülök, hogy találkozunk. Nagyon örvendek. Á, a családja. Señor Del Campo, Kathleen Field vagyok. Üdvözlöm az otthonunkban. Részemről a megtiszteltetés. Ő pedig a mi édes kislányunk, Zoe. Mucho gusto, Conorelo, señor. Habla español? Tudsz spanyolul? A mami tanította ezt.
Milyen kedves. De azt hittem, fia van. Tudja, Zoli olyan kis vadóc. Igen. Ígyunk valamit a nappaliban. Szenyóra. Köszönöm. Fiam. Bocs. Bájos az otthonuk, olyan családias. Köszönöm. Mami, hallottad ezt? És hogy utazott? Jól alakult minden. A repülőút remek volt, az idő is kedvezett. Jó hallani. Kérem. Köszönjük. Nagyon szerencsés, hogy ilyen csodás felesége és kislánya van. Igen, szerencsés. Eddig. Feliz Navidad. A mindenit, ez csodálatos. Bravo, egyszerűen... Ezt most mind megesztük, ugye? Senyor Field, köszönöm, hogy bepillanthatok az otthonukba. Szóra sem érdemes. Gondolom, hosszú volt az út. Nem tűnt hosszúnak. Mit bámulsz? Szőrös belül az orrod. A tiéd is. Nem is. De igen. Add fel! Lépte. Emelem poharamat a háziasszonyra. Hát akkor a feleségemre. Ha szabad kérdeznem, mióta házasok? 10 éve. 8 éve. 8 éve. Igazad van. Többnek tűnik. Érdekes történeteket hallottam már az első találkozásról. Hogy ismerkedtek meg, Senyor Field? Mondd el te, drágám. Nem, te sokkal jobban mesélsz. Igazán, lehet, hogy így van, de... Egy angyal hozta össze őket. Egy angyal? Nem angyalnak nézett ki, mert ide lent a szárnyuk befelé van, de biztos angyal volt. Értem, és mégis hogyan csinálta? Szóltam maminak, hogy találkozik majd valakivel, akibe bele fog szeretni, de a mami nem hitt neki, mert ő nem hisz az angyalokban. Később a mami elment egy étterembe, és várnia kellett az asztalára. És hallotta, hogy valaki mögé lép, gondolta, ő lesz az, szóval nem az, akivel találkoznom kéne, hanem ő, akibe majd beleszeretek. És így is történt. Az apu állt mögötte. Egymásba szerettek, és megszülettem. És boldogan élünk, míg meg nem halunk. Milyen romantikus történet. Tényleg így volt? Természetesen. Szó szerint így. Tudok másikat. Jaj, édesem, már későre jár. Talán ideje lenne... Lefeküdnöd, igazad van. Tipikus házaspár. Előre tudják egymás gondolatait. Rajta. Köszönje szépen Señor Del Campótól. Buenos noches, señor. Jó így, Zoli. Jó ét, apu. Jó ét, Zoli. Milyen aranyos gyermek. Valóban az. Jó ét, Hawthorne. Jó ét, Señor Field. Köszönöm szépen az emlékezetes estét. Igazán nincs mit. Lenyűgöző a könyvtára. Válasszon esti olvasmányt. Köszönöm. Szép álmokat. Jó ét, mami. Jó ét, uram.
ez húzós volt. Derkempo figyelt minket, mire gondolt volna? Mehetek a szobámba? Igen, persze. Menjen csak. Jó ét. Jó ét. Még mindig ott van. Oké. Ma éjszaka itt alszik. Hogy mondta? Nyugi, magáé lehet az ágy. Én majd a kanapén alszom. Nem jó ötlet. Hát, maga tudja. De higgy el, az ágy sokkal kényelmesebb. A lányom bármikor besétálhat ide az éjjel, és nem akarom, hogy együtt lásson bennünket. Miss Russell, hadd emlékeztessem, hogy ez itt üzlet. Ön pedig jól tudja, hogy egyedül nevelem az élénk fantáziájú lányomat. Aki, hogyha együtt látna minket, higgy el, többet nem akarna családot. Sem ilyet, sem igazit. Jól van. Nem mennél már aludni? Oké. És mégis hol szeretné, hol aludjak? Ott bent? Tehát a gardróbban. Jó, ez isteni. Megkaphatom a párnámat. Ez nem az enyém. Szüksége van még valamire? Nem teheti. Egész éjszaka odabent leszek. Kaphatnék valami hálóruhát? Mindenem a másik szobában van. Nem sokára jössz. Jó ét, Mr. Derkempo. Magánál minden rendben? Nem. Az ágyam elég kényelmes önnek? Igen. Akkor... Jó ét. Éjjel. Még kiviszem, én is ott csináljak már valamit. Senior Phil! Jami! Kérem, szedjem, én készítettem, vagy majd én szedek. Mennyit kér? Ha? Így jó lesz? Igen, elég. Gyorsan, hozzam a vizet! Ajajajaj, csípős volt, ugye? Jó ét, uram! Jó ét! Nagy ég, elég rossz ez a szög. Azért nem akarom, srácok, hogy azt higgyétek, hogy feladom. Ez nem fog menni. Na most. És...
Akkor sem lett volna jobban, ha az életem múlik rajta. Uraim, ígyunk valamit a bárban. Én állom. Hé, Jerry! Hova a csodába vesztél el, mi? A verseny nélküled nem volt olyan vad és gyilkos. Verseny? Oké, ne vedd a szívedre, jó? Hova? A buszállomásra. Hova utazik? Haza. Ideje hazamenni. Megcsináltuk. Köszönöm. Az a helyzet, hogy ez túl nagy játék egy kislánynak. Tudod, mit jelent az, hogy túl nagy játék? Felfordulást csinál. Nem török össze semmi. Hol van Mr. Dalcampur? Dave kivitte a reptérre. Jó, már összecsomagoltunk. Zoe! De mami, nem mehetünk! Zoe, ne vitatkozz velem, gyere szívem! Köszönöm, Zoe. Isteni voltál. Köszi. Igen, remek volt. Ahogyan is, Mrs. Miss Russell, köszönöm. Szívesen. Mr. Houghton? Igen, asszonyom. Indulunk. Betenni a kocsiba a csomagokat? Természetesen. Köszönöm. Milyen érzés volt családos embernek lenni? Egyszerűen mesés. Szép estét, uram. Önnek is, autor. Jó híreim vannak, Señor Dalcampur úgy döntött, itt marad az üzlet megkötéséig. Szóval még 2 hétig maradok, nem szeretnék visszaélni a vendégszeretetükkel ezért. Nem, Javier. Mondtam már, hogy Sam örül, hogy marad. Szukháza, mik háza, ugye már? Hát persze, örülünk, hogy így döntött, szenyor. Nem igaz, drágám? Dehogy nem. Megbocsát egy perce, beszélünk el a szakáccsal. A szenyora Field, észrevettem a koffert. Talán elutazik? Hát... Nem, ezek csak régi kacatok. Hátorn, a menekülteknek szánjuk. Értem, uram. Csupán 2 napról volt szó. Én sem örülök jobban, mint maga. 5000. 10. 10? 10000? Megőrült? Jó, van, de akkor végig maradnak. Jó. Mr. Field, akárhogy is lesz, nekem kell az állásom, ha ennek vége, érti? Nem kell aggódnia. És hívjon csak szemnek. Dave, a 2-es bekezdés első pontja mindig nem az igazi. Nem találom ehhez a mellékletet, ahogy a 3-as ponthoz sem. Ez így nem... Nem megfelelő. Jobb kéz a sárgára. Jobb kéz! Azt hiszem megvan. Bal kéz a sárgára. Jobb kéz piros. Gyerünk, szenyor, menni fog! Jaj! Nyertem! Jaj! Gyere, játsz velünk! Jaj, nem szeretnék. Miért nem? Nem tudok játszani. De hiszen ez csak egy játék. Jöjjön, hiszen nem csak a munkáról szól az élet, Señor Field. Kész a popcorn? Ez remek. Mami, te játszol, én megpörgetek. Nem szeretnék. Most mi a baj? Félsz egy kis játéktól? Bal láb piros. Piros. Bal láb piros. Ezt vigyed. Ez az.
Jobb kézkék. Micsoda? Jól van, valami könnyűt kérek. Balkész piros. Balkész piros. Sima ügy. Jobb láb piros. Oké. Viccesek vagytok! Nyertem! Nyertem, hallod? Nyertem! Nincsenek itthon, Mr. Russell. Ha, Bridget, végre egy ismerős arc. Jól látni téged, kedvesem. És mikor lesznek itthon végre? Azt nem tudom. Miért? Hol vannak? Nézd, Bridget, tudom, hogy hamarabb is jöhettem volna. Mennyit voltam távol? 2, talán 3? 6 hónapot. 6-ot. Jól van, igaz. Nézd, én csak a lányommal szeretnék karácsonyozni. Érdeklődött utánam. Figyelj, Kathleen adott egy címet, szükség esetére. Én csak... Szia! Megtennéd, hogy jó kislány leszel, és nem nyúlsz semmihez? Ezt elveszem, köszönöm. Nem bírod a gyerekeket, mi? Nincs semmi bajom velük. Ahogy a brokkolival sincsen bajom, néhány ember szereti, de vannak, akik nem. És te szereted? Nem. Én sem. Mindjárt tehetünk. Hol van Mr. Del Campo? Dave elvitte egy étterembe. Nézze, nem szólna rá, hogy itt ne játszon. Ez nem játszótér, és ez nem játék. Érti? Érted? Nem tör össze semmit. Szeretnék tanácsot kérni. Hogyan hívja fel a figyelmét a... Zoe, ettől a pillanattól a szoba tabu. Igazán nem nehéz. Köszönöm. Jézus, a szivarjaim. Beteg leszel tőlük, Mr. Hawthorne mondta. Kubai szivarok voltak. Hallod? Ne kiabáljon vele. Tudja, hogy mennyibe kerültek ezek? Tedd azt le! Add ide. Ez... Miért van az, hogy amihez hozzáérsz, annak annyi? Te nem vagy a papám! A megállapodásunk nem jogosítja fel, hogy így beszéljen vele. Ha megtanítaná egy kis jó módorra, nem lenne semmi baj. Ah, ez remek tanács egy embertől, akinek családot kell bérelnie. Mondja csak, egyedül hagynának végre. Én jobbat mondok. Elmegyünk. Nem kellett eljönnünk. Erről nem tehet senki. Mindjárt jövök. Tudom, várjon, tudom, hogy ostoba voltam. Hadd kérjek legalább bocsánatot. Zoe-tól. Oké. Zoe? Mr. Field van itt, és szeretne valamit mondani. Beszélsz vele? Sajnálom, Zoe.
Hogy tudnám jóvá tenni, hogy kiabáltam veled? Örülnék egy póninak. Egy póninak? Te aztán nagy csibész vagy. Nagy hasznodat venném a cégnél. Nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom, Zoe. Buta voltam én. Buta? Igen. Igen, buta voltam. Meg tudsz bocsájtani? Azt hiszem. Nem akartam bajt okozni. Hát, semmi baj, csak víz volt, nem? Akkor visszaköltözhetünk. Azt hiszem. Szupi! Felöltözöm! Nagyon kedves, hogy ide jött, Sam. Igen, de azért ne terjessze ártana a jó híremnek. Hát akkor addig maradunk, amíg Del Campo. Kösz. Meg vagyok mentve. Tudja, nem emiatt teszem. Jól jönne az a pénz. Ön festette? Nagyon jó. Hát ez méletlen. Nem szeretné szakmaszerűen művelni? Én Párizsban akartam tanulni, és kint élni egy kicsit. De férjhez mentem, meg lett Zoe. Jerry meg elment, és minden más lett. Nem lehetett könnyű kilépni az ajtómon. Már csak Zoe számít. Kész vagyok, menjünk haza! Ez az, amit kerestél? Igen, pontosan. Elnézést. Igen? Maga itt lakik? Itt dolgozom. Mit óhajt? Csak kérdeznék néhány dolgot a tulajról. De ugye nem a rendőrségtől jött? De igen, civilben. Tudtam, hogy ebből még baj lesz. Miből? A hazudozásból. Arról, hogy a nő és a kislány az úr családja. Meséljen a főnökéről. Mr. Feedről? Az övé a Field társaság. A Field társaság? Szia, Mikulás! Szia, szia! Szia, kicsi! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Hé, szerintem az a Donner. Az Donner! Donner. Donner egy emberevő szörnyeteg. Azt iskolában tanultuk. Aha, biztosan. Ez így van? Nem. De? Nem. Végtelenszer, de? Dupla végtelenszer, nem. Hm? A végtelen határtalan, ezért nem lehet megduplázni. Dave, tudod, igaza van? Ez Donder. Utálom a kis csajt. Te kérted meg. Remélem, nem fázik nagyon, szenyor. Tudom, hogy nincs ilyen időhöz szokva. Ó, nem árt egy kis változatosság. Szívesen nézem a lányát és a nejét, ahogy mulattak.
Köszönöm. Jól tudsz korcsolyázni, Zoli? Szerintem segíthetnél egy kicsit apukádnak. Señor Del Campo mondta, hogy segítsek. Ó, igen, ő mondta. Nem fog menni. Dehogy nem! Engem a mami tanított, megtanítalak. Zoe, nem ment kisgyerekként sem, úgyhogy most sem fog. De hát nem kell félned, majd én foglak. Ne, ne! Rajta! Ne, ez nagyon rossz ötlet, ez... De hát Mr. Del Campo mondta. El fogok esni, és ki fognak nevetni. Majd elkaplak, ígérem. Becsó. Halljak meg, ha megszegem, dövköl teli tűvel a szemem. Szóval, próbálj tartani a bokádat. Ez az! És rajta! Na látod, hogy megy? Igen? Nagyon ígéretes üzletember a férje. Nagy eredményt ért el. Sam nagyon öntudatos ember. Amit a fejébe vesz, azt véghez is viszi. Szabad? Persze. Remekül korcsolyázik. Maga biztos. A jégen. És nem csak itt, ha megbocsát. Korcsolyázom egész kiskorom óta. Hihetetlen, de még sosem estem el. Tényleg? Különös. Nem jó, ha az ember túl magabiztos. Az élet szeret meglepni minket. Gyere, meg tudod csinálni! Ez az! Hát sikerült! Igen, sikerült! Nézd csak! Nézést. Bocs. Megyünk egy kört. Tudja, azt hiszem most inkább kihagyom. Köszönöm. Jól feloldjuk az életét. Miért? Miért mondja most ezt? Ugyan már. Ne mondja, hogy nem akart vele menni. Nem az esetem. Ó, nem az esetem. Nem bizony. Nem bízik egy könnyen, mi? Már nem. Mami, gyere! Zoihoz kell mennem. Most figyelj! Tadám! Na,
Jól mulattál ma este? Megtanítottam szemet korizni. Láttam. Büszke vagyok rád. Jó ét, kicsim. Sam, Zoe szeretné, ha betakarná. Ez ki? A papám, az igazi. És hol van? Űrhajós kiképzésen. Ezért van, hogy anyuval elváltak. Mert túl messze van az iskola. Ezt nem is tudtam. Ezt a papától kaptad ajándékba? Aha. Tudsz titkot tartani? Mhm. Anyunak sem mondod el? Becsület szavamat adom. Anyu adta szülinapomra azzal, hogy apu küldte, de én tudom, hogy ő vette. Mégis honnan tudod? 7 éves vagyok, de nem buta. Azért mondta anyu, hogy tőle van, hogy felejtsem el. De nem mondd el, hogy tudom, mert biztos fájna neki. Oké? Oké. Nem érdekelnek az ajándékok, csak szeretném, ha hazajönne. Nem tudom, hogy mi rosszat tettem, amiért elhagyott minket. Rosszat? Rosszat. Biztos van valami oka, amiért már nem akar engem. Tudom, kicsit széllel bélelt vagyok. A papa mindig így nevez. Gondolod, ha más milyen lennék, maradt volna? Nem, nem, Zoe, néha elejtünk dolgokat. Ez már csak így van. Talán nem lehet szeretni. Zoe, dehogy nem lehet. Zoe, néhányan nagyon tudnak másokat szeretni, tudod? De vannak olyanok, akiket nem tanítottak meg. Ez olyan, mint a korizás. Igen, olyasmi. A te papád szeretett? Sosem éreztette velem. Miért nem rossz voltál? Nem voltam elég jó a sportban, ami nagyon fontos volt neki, mivel ő volt a főiskolán a baseball sztár. Szerintem apukádnak akkor is szeretnie kellett volna. Tudsz titkot tartani? Aha. Emlékszem, egyszer 7 éves lehettem. Az apám meg akarta tanítani a labdafogást. Szóval dobálta nekem a labdákat. De én mindig elhibáztam. Valószínűleg azért, mert nagy volt a kesztyű, amit vett. És ezért mindig lecsúszott. Az apám egyre idegesebb lett. Még egyszer utoljára dobott. Iszonyú magas labda volt, és én néztem, ahogy száll, és kértem Istent, hogy csak egyszer sikerüljön. Csak egyszer. És elkaptad? A kezemhez ért. De nem tudtam megtartani. A kesztyű lecsúszott, és a labda elgurult. Mit tett az apukád? Csak bámult rám. Aztán ott hagyott. Többet nem próbálkozott. De hát nem a te hibád volt a kesztyűi. Miért nem vett jó méretet? Tudod, Zoe, ezt
Még senkinek nem mondtam el. Ó, ígérem, nem mondom el. Halljak meg, ha megszegem, dököteli tűvel a szemem. Igen, emlékszem a szövegre. Most pedig ideje aludni, nem gondolod? De... Jó étszem. Jó étsz, Zoe. Gondoltam, ez még jól jöhet. Köszönöm. Nagyon okos kislány. Néha talán túl okos is. Bocsásson meg, de hol van az apja? Ki tudja. Jerry egy... Hogy is mondjam, életművész. Egy golfos, aki csak a sportnak él. Fél éve ment el, és még csak el sem köszönt Zoe-tól. Zoe szerint még visszajön. Meglátogatta? Néhányszor telefonált. Utoljára pár hónappal ezelőtt. Azt mondta, úgyis erre van dolga, és meglátogatja. Zoe az ablakban aludt el. És mi történt? Persze nem jött. Aztán kezdett el Zoe történeteket kitalálni. Talán valahogy meggyőzhetné. Nem lehet valakiből szülőt faragni, ezt önnek kéne a legjobban tudnia. Tudja, én még nem találtam meg a párom. Nézze szem. Nem tudom, észrevette, de Zoe kezd ragaszkodni magához. És ennek én nem örülök. Mert? Mert ön csak egy állomás az életében. Nem akarok később fájdalmat okozni neki. Kérem, hadd tegyük a dolgunkat, aztán szépen elmegyünk, és mindenki jól jár, oké? Igen. Jó ét. Zoe, ha? Mit keresel Mr. Del Campo szobájában? Nézd, Danny, végig tudtam, ő egy angyal. Badarság, a takaróból jött ki, ez csak egy toll. A szárnyából való, bizony. Uraim, ha minden rendben megy, a jövő héten meg is köthetjük a szerződést. Persze, ha a karácsonykor... Ez nem jelenthet gondot. Örömmel látjuk az ünnepek alatt, uram. De önnek nincs... Nem, nem. Tudják, van egy fiam, de ő a családjával van Hongkongban. És majd csak az új évben jön haza. Elnézést, uraim. Zoe, tudják, hogy itt van? Még nem, de meglátogatom őket, amint megtudom, hogy maga mire készül. Nem tudom, miről beszél. Megmagyarázom. Kathleennel nem házasok, Kathleen nem költözött ide, akkor meg miért él ő és Zoe magával? Kathleen segít egy üzletet lebonyolítani, ennyi. Ne próbáljon átvágni, Sam. Milyen érzés nagyon közel lenni élete legnagyobb üzletéhez? Nem tudom, mi köze van ehhez. Van közöm a nejemhez és a lányomhoz, tudja? Az ex-neje. Mindegy. Mit gondol, mit szólna Javier Del Campo, ha megtudná az igazat? Szerintem így szólna. Ay, caramba! És visszahúzna Mexikóba. Mennyi pénzt akar Jerry? Jaj, csak egy kis zseppénz kéne, hogy befejezhessem a szezont, mondjuk. Valahol 10 000 és 20 000 közötti összeg.
Akkor legyen 20. Karácsony másnapján megkapja. Egy feltétellel. Addig nem találkozik Catherine-nel és Zoe-val. Szem, ők a családom. Ha látni akarom őket, meg. Majd karácsony után, vagy nincs üzlet. Rendben van. Hívja fel a céget. Adja meg a címét és a telefonszámát. Öröm volt önnel üzletelni, Szem. Miért nem búcsúzott ez Zoe-tól? Nem tudtam. Láthatja, hogy a legtöbb pontban semmi változás. Szenyor? Na hát, mexikói karácsonyi pite. Szenyora Field, ez isteni. Köszönöm. Köszönöm. Nem, köszönöm. Hol is tartottunk? Ja, igen, az eladásnál. Először is meg kellene... Eladás? Azt hittem, beolvadás lesz. Rosszul hitted. Ne aggódj, édesem, ez csak üzlet, nem kell értened. Talán még a kicsi női agyam is érzékeli a fúzió és az eladás közötti különbséget. A gyár áttelepül Mexikóba? Igen, hát persze. Ez szerint jó néhány embere munkanélkül marad. Biztos benne, hogy ez nem akadály? Tudja... Nem, igazán nem az, mert már elterveztünk mindent. Nem lesz gond. Nem lesz gond? Bizony, nem lesz gond. Megkérdeznéd Enit, hogy nem készítene el kávét ehhez a finom sütihez? Édes. Persze. Édes. Ó, Eni, az urak odakint kávére vágynak. Tegyen egy kis arzént Mr. Fieldébe. A vételárról szóló mellékletet megtalálja. A gyárból keresik. Culpepper szerint sürgős. Ha egyszer szólít a kötelesség, elnézést, uraim. Pesgőt, uram? Sosem ittam pesgőt. Mr. Field, nem az én hibám. Minden pillanatok alatt történt zűrzavar támadt. Jó, tudtam, hogy ez fontos önnek. Ó, nyugalom. Get? Mr. Sam, mi folyik itt? Igazán kedves öntől, hogy megvendégel minket. Carly egyedülálló anya, ahogy a legtöbb nő, aki a gyárban dolgozik. Nagyon örvendek, Carly. Ó, én is, Mr. Field, és nagyon köszönök mindent. Fél év alatt sikerült összespórolnom a pénzt az esti ápolói tanfolyamra. Ezt önnek köszönhetem. Cheerio! Ő pedig Sarah Quincy. Sarah jövő hónapban fog szülni. Inkább otthon kéne pihennie, nem? De mivel vettek egy édes kis házat, két jövedelem kell. Kathleen. És az a hölgy ott, Susan Epstein. Tudja, hogy Susan azóta dolgozik itt, hogy a gyár beindult. Egy bizonyos szempontból ő is a gyárhoz tartozik. Ez pedig itt nem más... Jöjjön egy perce velem, kérem, köszönöm. Viszlát. Jól van, megtette, amit kell. És most én is megteszem. Hadd magyarázzam el, mi az üzlet. Egy gyors vonat. Vagy előtte rohan az ember, vagy elüti a gép. Csak gondoltam, nézzen a szemükbe, mielőtt tönkre teszi őket. Találhatnak majd munkát ezek az emberek. Még csak nem is sejti, hogy mi hogyan érzünk. Tudom nagyon jól, én is így kezdtem, de keményen dolgoztam, ahogy ezek az emberek is. Ugyan, Sam, már elfelejtettem ilyen hónapról hónapra élni, és önnek nem kellett egyszer sem a gyermeke kérdő tekintetét néznie, de nekik ez a munka az egyetlen, amiből fent tudják tartani magukat, érti már? Bármit elér az ember, amit igazán akar, ez a szabad piac lényege. Így beszélne az apja? Ennek semmi köze az apámhoz. Ó, dehogy nem. Annyira akarja, hogy végre elfogadja, hogy észre sem veszi, mi számít igazán. Egy pillanat, mit tud maga erről mégis? Ha nem vigyáz a végén, ugyanolyan hibákat követel. Ó, örülök, hogy kezd végre magáról beszélni. Most meg miről beszél? Annyira fél, hogy elköveti ugyanazt a hibát, hogy nem enged senkit közel magához. Ez őrültség. Valóban az? Maga nem tudja elfogadni, hogy vannak nők, akiket nem érdekel. Ne mesélje be, hogy nem gondolt rám, amikor az ágyamban feküdt. Ne mondja, hogy nem. Forgolódott is. Ánykolódott.
Így történt, Sam. Néha olyan közel érzem magamhoz, hogy megijedek. Már volt egy férfi az életemben, aki eladta a családját, a barátait egy üzletért. Mit beszél azzal, hogy megkötöm Del Campóval az üzletet, elveszítem? Talán nem így tervezte? De nem! A két dolognak semmi köze egymáshoz. Dehogy nem! Szóval honnan tudjam, hogy egy újabb üzlet reményében nem dob-e engem is ki, úgy, mint őket? Ez már, ha jó. Jesszus. Maga talán a leglehetetlenebb nő személy. Azt hiszem, már tudom, miért hagyta ott a férje. Akkor azt is mondja meg, hogy miért hagyta ott Zoe-t? Igen, mert férfi ő a javából, mert férfi ő a javából, mert férfi ő a javából. Ezt mindenki tudja már, mindenki tudja már, mindenki tudja már. Mr. Field, szeretnék egy kicsit korábban elmenni. Még van pár ajándék, amit meg kell vennem. Menjen csak. Jó hét, Betty. Boldog karácsonyt. Jó hét. És boldog karácsonyt. Ajándék. Úristen, az ajándékok! Hiszem, így jó lesz. Ezt meg honnan tudta? Már csináltam ezt néhányszor. Hát igen, ennyi elég is volt mára. Fáradt? Igen. Fárasztó lehet embereket kirakni az utcára. Nézze, Kathleen, megteszek mindent, amit tudok. Hogy mindegyikük új munkahelyet találjon, nem fogom csak úgy kitenni őket. Beszélek majd néhány társvállalattal. Ez kedves öntől. Sajnálom, hogy úgy kiakadtam, nem akartam. Én is sajnálom. Túlfeszítettem a húrt. Még sosem láttam ennyi ajándékot. Del Campo boldog lesz. Nekem nem az ő boldogsága a fontos, hanem Zoe. Nem is tudom, én csak szeretném, ha szép karácsonya lenne. Köszönöm. Ez kedves magától. Emlékszem, hogy az apám, aki teljes ember volt, így aztán nem volt túl sok pénze, de karácsonykor mindig kaptam valamit. Egyszer egy gyönyörű festőkészletet. Szinte bediliztem, mindent összefestettem, még a macskát is. Az volt a legszebb karácsonyom. És az öné? A mostani. Az anyám a hűtőre ragasztotta a képeimet. Párat még be is keretezett. Nagyon büszke volt rám. Úgy gondolta, egy napon igazi festő leszek. Még lehet is. Ez az álmom, de számomra most Zoe fontosabb. Szörnyen makacs, ugye tudja? Nincs más választásom. Valamit el kell önnek mondanom. Csak azért nincsen még családom, mert féltem, hogy rossz apa leszek. Hiszen láttam Zoe-val, remek apa lenne. Ahogy most önre nézek, látom, hogy... Mit?
jobb, ha megyek. Igen. Mami! Megyek, kicsim! Ezt a sok mindent. Hm? Ugye milyen izgalmas? Bizony az. Ahhoz képest, hogy mi mindent kaptál, nem tűnsz valami boldognak, Zai? Mert azt hittem... Honnan tudod, hogy nem kapod meg, amire vágysz, ha ki sem nyitod az ajándékokat? Jó érv. Oké, kiét nyissam ki először. Az enyémet! Az enyémet nyisd ki! Az enyém? Igen, a tiéd. Oké. Akkor kibontom. Te csomagoltad? Aha. Nagyon szép. Ne nézzük. Jó lesz, biztosra mentem. Tudod, hogy hogyan? Kölcsön vettem az egyik kesztyűdet, hogy tudjam a méretet. Ez már nem csúszik le a kezedről. Fogadok, hogy minden labdát elkapsz. Nem tetszik? Ez életem legszebb ajándéka. Köszönöm, Zoe. Vajon ebben meg mi lehet? Ó, Sam. Ó, ez gyönyörű. Nem fogadhatom el. Dehogy nem. Hiszen ez volt az álmod. Nézzük, hogy ez meg mit rejt. Ó, ez csodálatos. Talán a Jézuska elfelejtett valamit. Ho-ho-ho-ho! Boldog karácsonyt! És micsoda remek karácsony ez, nem? Jó reggelt, Dave! Köszönöm. Feliz Navidad, uram! Ó, oh, señor Erwell! Feliz Navidad, Prospero Anno y Felicidad! Köszönöm. Hoztam önnek valamit, uram, hogy legyen mivel aláírni. Ó... Ez gyönyörű. Gracias, señor Erwell. Tudja, véletlenül nálam van a szerződés. Miért nem írjuk alá most? Igazán nem kell holnapig várnunk. Rendben van. Isteni. Hát... Akkor itt. Szenyor? Tudja, soha nem dolgozom karácsonykor. De... Dave! Várhat. Megyek a reggeliért. Szenyor a Field, nézzen csak fel. Mivel mindketten alatt állnak, nem csókolják meg egymást. Thank you.
Bocsásson meg, Señor Del Campo. Valamit el kell intéznem. Istenem, de jó, hogy látlak. Papa! Zoe, annyira hiányoztál. Nekem is te. Nézd csak, csinos vagy. Pont olyan vagy, mint a mami. Szia, Kathleen. Papa, neked is van ajándékom, gyere okay, odáadom. Menjünk. Mikor jött vissza? Pár nappal ezelőtt. Sajnálom, Kathleen, szólhattam volna. Papa, kérlek, mondd, hogy nem ő az apja. Señor Field, ki volt az a férfi Zoe-val? Zoe igazi apja. Valamit el kell mondanom. Hát ez gyönyörű. Nézd csak. Én, te és a mami. Hallgatom, szenyor. Miért most mondja ezt el, amikor minden, amit akart, az öné lehetne? Mert nem is tudom. Vagy mégis? Nem, hiszen hülyeség volt családot bérelni. De azért nem hazudott végig. Amikor döntenie kell, hogy mi a fontos, mindig a szíve segítse, ne a feje. A szív bölcsebb. Egy pillanat. Csak egy pillanat. Alá kell írnunk a szerződést. Pontosan. Szóval ön dönt, Señor Field. Még mindig szeretné ezt az üzletet? Látom, hogy nem. Akkor itt nincs is több dolgom. Vaya con Dios. Várjon, szenyor! Szenyor! Az én családomat még nem is ismeri. De... Mi van? Hadd menjen. De szem, muszáj aláírnunk. Nem az. Mondd, mit művelsz? És most meddig maradsz, Jerry? Már ma este elutazom, este. De... Este! Á, Zoe, ez egy remek lehetőség, visszamehetek golfozni. Nagyon büszke leszel az édesapádra. Mielőtt elmennél most, kérlek, búcsúzz el. Szívesen maradnék, de... Nem lehet maradnod! Zoe, te vagy a legjobb dolog az életemben. Úgy szeretlek, és foglak is. De te is a mami jobbat érdemeltek, egy olyan embert, aki veletek van minden nap. Szerintem már rá is találtatok. Zoe. Zoe. Mindig a kislányom maradsz bogaram. Szia, Zoe. Azonnal mász le!
Gyere le, Zoe! Mit csinál? Zoe! Csak a papát akarom! Jaj, nekem! Tarts ki, jövök! Zoe, itt vagyok! Fázik a kezem, le fogok esni! Istenem! Oké, jól figyelj rám, Zoe, el foglak kapni! Csak engedd el az ágat! Nem félek! Nem foglak elejteni, Zoe, bíznod kell bennem! Zoe, Zoe, tedd, amit mond! Szeretlek, Zoe! Nem hagyom, hogy bármi bajod essék! Most! Engedd el! Sikerült! Nem ejtettél el!